Orbán Viktor is megszavazta a menekült kvótákat a februári európai tanácsi csúcson, ezt az Európa Tanács elnöke hivatalos dokumentumban is megerősítette. A Demokratikus Koalíció szóvivője szerint Orbán Viktornak most már hivatalos papírja is van arról, hogy saját maga ellen írta ki a népszavazást. A párt szóvivője Gréczi Zsolt az újságíróknak be is mutatta az Európai Tanács elnökétől érkezett dokumentumot. Idézem a levelet. Valamennyi tavaly decemberben elfogadott intézkedést a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, a migránsok unión belüli áthelyezésére vonatkozó határozatokat, valamint a visszaküldést és a visszafogadást biztosító intézkedéseket is beleértve. Az Európai Tanács következtetéseit annak tagjai egyhangúsággal fogadták el, amit Orbán Viktor is aláírt, olvasható a levélben. Ez azonban a pozsonyi uniós csúccsal okafogyottá vált, mondta a szóhívő, nem lesznek kötelező kvóták. A DK szerint Orbán lebukott, és most már hivatalos papírja van arról, hogy a saját döntés ellen írt ki egy minden elemében hazug népszavazást. Gulyás Gergely ezt politikai szemfényvesztésnek nevezte. A Fidesz képviselője azzal érvelt, hogy Orbán Viktor, amikor tavaly ősszel az Európai Unió állam és kormányfőinek tanácskozásán a 160 ezer menekült elosztásáról volt szó, akkor a szlovák kormányfővel együtt vétót emelt. A fideszes képviselő a levél tartalmának konkrét ismerete nélkül úgy vélte, hogy az csak az Európai Unió korábbi döntéseinek végrehajtását sürgeti. Ennek érdemben nincs köze a döntéshozatalhoz, ahol a magyar miniszterek vétót emelt, Magyarország pedig a miniszterek tanácsánál nemmel szavazott. A DK által bemutatott válaszlevél annak az 1294 menekültnek az elosztásáról szól, akiknek az áthelyezését az uniós belügyminiszterek 2015. szeptemberében nagy többséggel elfogadták. Magyarázta Valki László nemzetközi jogász. Magyarország, Szlovákia és Lengyelország is nemmel szavazott, Finnország pedig tartózkodott a szavazástól. Magyarország a határozatot az Európai Bíróságon is megtámadta. Ettől függetlenül az Európai Tanács két határozatot is hozott, amely sokáig itthon ki sem derült. Az Európai Uniós apparátusok sem hívták fel a magyar fél figyelmét, legalábbis tudtommal arra. Nyilvánosan biztosan nem hívták fel a figyelmét arra, hogy ezt a két határozatot az Európai Tanács meghozta, és mind a kettőben tulajdonképpen a magyar kormányfő kötelezettséget vállalta a tavaly szeptemberi kvóta határozat megerősítésére. Valki László szerint az uniós határozat azért maradhatott Magyarországon észrevétlen, mert az Európai Unió, amely azóta a kvótákról is lemondott, nem akart beavatkozni a népszavazásba.